A középiskolát és egyetemet végzettek idén is fél éven át jogosultak a 250 leértékű munkanélküli segélyre. Ennek érdekében az érintetteknek a tanulmányaik befejezésétől számítva 60 nap áll rendelkezésükre, hogy a megyei munkaerőfoglalkoztató ügynökségen regisztráljanak annak érdekében, hogy igényelni tudják a juttatást. Ennek értelmében a határidő július 28-a. Eddig az udvarhelyi kirendeltségnél csupán 4-en jelentkeztek, ennek oka a zajló érettségi, valamint a nemrég lezárult tanév. A regisztrációhoz számos irat szükséges. A regisztrációhoz szükséges iratok személymásolat, születési bizonyítvány fénymásolata, az iskolától igazolás, hogy az idén végzett, amin fel kell legyen tüntetve a május 29-e, hiszen akkor ért véget a tanítás. Ezen kívül a családorvostól kell egy igazolás, mely igazolja, hogy az illető munkaképes. A regisztrálás azért fontos, mert enélkül nem igényelhető a munkanélküli segély. Azok számára, akik bekerültek a rendszerbe, az ügynökség szakemberei szakmai tanácsadást, útbaigazítást nyújtanak, ugyanakkor a közvetítő szerepét is vállalják a potenciális munkaadó és a végzős között. Ezen kívül a regisztrált személyeknek lehetőségük nyílik különféle ingyenes szakmai tanfolyamokon, képzéseken részt venni. Ha a rendszerbe bekerülnek hozzánk, akkor azt tudniuk kell, hogy lehetőségük van minél hamarabb munkát keresni, mennyiben a május 29-től számított 60 nap után nem sikerült munkát találniuk, akkor igényelhetik a munkanélküli segélyt. Az egyetemet végzetteknek a szessziót követő 60 nap áll rendelkezésükre, hogy kéréseiket eljuttassák a munkaerő elhelyező ügynökségekre. Azok, akik az említett 2 hónapon belül munkába állnak, 500 leértékű alkalmazási prémiumot kapnak. Azon cégek, akik végzőst alkalmaznak, is jól járnak, hiszen szakiskolás esetében 500, 12 osztályt végzett esetében 600, még egyetemet végzett alkalmazása esetén 750 lejt kapnak. Fontos tudni, hogy azon személyek, akik a képernyőn látható címen online előre időpontot egyeztetnek, azokat az aktacsomó leadásakor előnyben részesítik.